Ilyenkor azt szoktuk keresni, ami összeköt bennünket. Mert egyébként a hétköznapokban, de az ünnepeken is bőséggel van, ami elválaszt. Például a tanításbéli különbségek, vagy a szóhasználat, hiszen hallhattátok, hogy keresztényt mondtam, és szamaritánust mondtam. Ezt a református templomban így mondtam volna, hogy keresztjén és samaritánus. De mivel megtiszteltek bennünket római katolikus testvéreink, hogy befogadtak, így illendő, hogy a helyi szokásokat használja. És ahogyan egyébként a hagyományokban, a liturgiában nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, ezt föl tudnánk sorolni bőséggel. De hát ilyenkor azt keressük, ami összeköt bennünket. Arra kellene figyelnünk, hogy mi az, amiben egyek vagyunk, keresztény emberek. Mi az, ami összeköt bennünket? Adjuk meg a választ Jézus szavaival. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, teljes lelkedből, és szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Ez kell, hogy összekössön bennünket. A szeretet. Mindenek előtt az, és ez nem valami jellemvonás kellene, hogy legyen, hanem egyszerűen a lelkünk állapota, hogy szeretjük az Istent. A keresztények szerethetik az Istent. Testvérek, mi nem menekülünk az Isten elől. Mi nem félünk az Istentől, ahogyan a muzulmán testvéreink teszik. Mi nem kutatjuk az Istent, hanem szeretjük. Hogy szerethetjük és miért? Úgy, ahogyan egy gyermek szereti az édesapját. Nekünk keresztény embereknek megadatik az az érzés, hogy mi Isten családtagjai vagyunk. Mindazok, akik meg vannak keresztelve, mindazok, akik a Krisztus jegyét magukon hordozzák, azok az Isten gyermekei, az ő családjának a tagjai. Éppen ezért nekünk ő atyánk, aki szeretett bennünket annyira, hogy önmagát, a maga koncentrált valóságát egy testi formába adta Jézus Krisztusban. Engedte, hogy megszülessen anyától, egészen végigélte az életet, a halálig, a szív utolsó dobbanásáig. Annyira szeretett bennünket, hogy még odaadta önmagát Jézus Krisztusban. Azért, hogy a Golgota keresztjén, mikor kilehelte a lelkét, ami megváltunk, onnantól kezdve a bűn átka, a bűn hatása, mindannak a bűnnek, amit eredendően, illetve szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal, mulasztásainkkal mellé gyűjtöttünk, annak ne legyen öröksége, és ne legyen hatalma a mi életünkben, mert akkor az kárt hoz, kárhozatba visz. Annyira szeretett bennünket, hogy kimentsen bennünket ebből a jelen való világból, és megszerezze számunkra az örök életet, önmagát adta a halálba, alászállt a poklok poklára, és legyőzte a halált. Ebben mindenképpen egyek lehetünk, egyformák, hogy szeretjük az Istent. Testvérem, ha szereted az Istent, akkor minden rendben van. Akkor az ő gyermeke vagy. Ha szereted az Istent hálás gyermeki szerelemmel, rajta csüksz, és rajta tartod a tekintetedet és a gondolkodásodat, és hogyha vele szimbiózisban élsz, akkor azt gondolom, keresztény ember vagy.